sok szeretettel köszöntelek titeket ismét a csatornámon. Most egy Notinos haul következik, ugyanis rendeltem egy-két dolgot a Notinóról, valóban nem sok mindenről van szó, de nekem fontosak, úgyhogy gondoltam, megmutatom nektek ezeket. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy miket szereztem be a Notinóról, akkor tartsatok velem. Na vágjunk is bele! Valóban egy-két dologról van szó, úgyhogy semmi nagyra vagy sokra ne számítsatok, de olyan termékekről van szó, amikről már régóta vágytam, és most végre megrendeltem őket, illetve hosszas utána járás vagy nézés után hoztam meg a döntést, hogy beszerzem őket, úgyhogy hát ez a kis, hát picit össze van már nyomódva, mert a csomagjaimmal együtt érkezett ide Morhalomra. Szerintem már korábban láthattok videót, ahol ugyanebben a szobában készítem a videót, de egyszerűen ide szorultam be, mert folyamatosan turnézunk az országban. Most Morhalmon vagyunk, és most van egy pici időm, hogy felvegyem ezt a videót, és ebben a szobában kaptam rá lehetőséget. Szóval ez a kis zacskó érkezett, a bőröndömben picit összenyomódott a zacskó, de ez nem is annyira fontos, a benne levő dolgok viszont annál inkább. Így kaptam meg a kis csomagomat, és igazából amit én rendeltem ezek közül, az kettő dolog, és a többi csak ajándék, ilyen PR ajándék tulajdonképpen, vagy nem is tudom milyen ajándék azok után, hogy én ugye rendeltem tőlük, hogy együtt kiboxoljuk, együtt kibontjuk, tehát ez egy állami boxing videó is. Igazából, úgyhogy, olyan, hogyha valamilyen, tudjátok, büntetés lenne a kocsira, de szerencsére ez nem az. Na és ha jól tudom, vagy hát itt árakat is fogok tudni mondani, bár nem sok mindenről van szó tényleg, úgyhogy hát nézzük a két megrendelt terméket, azokkal szeretném először is kezdeni. Ezek Clinique termékek. Az első egy ilyen Clinique hidratáló, ez az úgynevezett Moisture Surge, nagyon nehéz kimondani, a lényeg az, hogy Moisture Surge, na igen, és ez már a továbbfejlesztett 100 órás hidratálást ígérő hidratáló kréme a Clinique-nek és ennek a termék családnak. Minden bőrtípusra azt írják, és teljesen klinikai tisztaságú termékről van szó állítólag, és ugye nézem itt az összetevőket, hát ebben nem nagyon van például alkohol, ha jól látom, parfüm sem nagyon van benne, igen, ezeket nem látom, nem látok benne parfümöt és alkoholt, úgyhogy ezek abszolút pozitívumok. Nagyon régóta keresek egyébként jó hidratáló krémet, egyébként felszíni vízhiánnyal küzd az arcom, és egyébként ugye problémás is, úgyhogy szerettem volna egy olyan hidratáló krémet, ami, tehát nekem az ilyen, például most a Vichy-nek a 89-es nevezetű hidratáló kréme van meg, és azt megmondom őszintén, nem nyújt igazán jó hidratálást, mert így felkelem, és olyan, mintha besekentem volna, mert ugyanúgy húzódik tőle utána a bőröm, tehát nem ad elég hidratálást. És ugye a felszíni vízhiányt ott akkor látom, amikor mondjuk itt a homlokomon egy-két ilyen pici ránc megjelenik, de a kozmetikus szerint egyébként ez egy felszíni vízhiány, és arra egy jó hidratálót ajánlott, és ő is ezt a Clinique-et mondta, és régóta szemezek már vele, nagyon-nagyon szerettem volna már beszerezni egy-két Clinique terméket. Borsos áruk van, de állítólag tényleg Krémánián néztem ennek az értékelését, ennek a Moisture Surge-nek, és tényleg csak jókat írtak. Talán 5 csillagos értékelése van, úgyhogy nem is volt kérdés számomra, hogy megrendeljem. Illetve kérdés volt, mert sokáig sajnáltam rá a pénzt, de most úgy döntöttem, hogy beruházok egy ilyenre, és megnézzük együtt, hogy ez hogyan működik. Most nem tudom bekenni az arcomat, mert ugye sminkben vagyok, de ahogy holnap reggel lesz, és vagy este,
este meg fogom tudni csinálni azt, hogy felkenem az arcom, és látjuk, hogy milyen az állaga az arcon, hogy szívódik be, milyen érzete van az arcomnak, úgyhogy ezt meg fogjuk tudni csinálni este, de most még délután van, vagy ilyen este 6 van, de fürdés előtt mindenképpen, vagy fürdés után fogom krémezni az arcomat, de nézzük is, vegyük ki a krémet. Egyébként van ugye ennek egy 72 órás hidratálást ígérő verziója is, de egy csomó mindent láttam róla egyébként a neten, hogy mi a különbség. A lényeg az, hogy ez még hosszabban és még jobban hidratál, tehát nagyon izgalmas, sosem volt még ilyen drága krémem szerintem, és valóban izgatott vagyok, hogy milyen lesz és hogyan fog teljesíteni. Érdekes, ez egy ilyen picit rózsaszínes krém, nézzétek. Géles állaga van. Azt láttam már ilyen teszt videókban, tehát én amikor mielőtt megveszek egy ilyen, főleg ilyen drága terméket, de úgy egyáltalán bármilyen terméket, tényleg utána nézek a YouTube-on, most már TikTokon, aztán hol Krimmánián természetesen, Notinon, elolvasok róla minden információt, vásárlói információkat, vagyis hát véleményeket. Úgyhogy tényleg elég jól körbejárom, nem szeretnék feleslegesen olyan terméket megvenni, ami nem fog beválni, és ami esetleg másnak sem vált még, vagy már be. Parfümmentes, 100%-ban parfümmentes, itt írják, és allergológiailag tesztelt. Na nézzük, kinyitjuk a tetejét. Még rajta van egy ilyen kis fedőrész, és azon is rajta van klinik. Húristen, nekem tök nagy dolog, hogy tényleg ilyen klinik terméken van, komolyan mondom. Egyébként nem olyan nagy kiszerelés, sokkal nagyobbnak tűnt a képen. Mondom nektek, hogy hány millis. Ez a nagyobb egyébként, az 50 millis verzióját vásároltam meg, úgy emlékszem. Mert úgy döntöttem, hogy ha már megveszem, akkor megveszem a rendeset, tehát a nagy méretet. Igen, ez az 50 millis verzió, van belőle egy 30 millis is, az fele ennyibe kerül. És akkor mindjárt rátérek az árra is, ami nem annyira baráti. De mihez képest, ugye nyilván egy ilyen krém talán fél évig is elég lesz nekem, mert ugye én azért felváltva használom minden mással. Na nézzük, hogyha ezt le tudom egyáltalán szedni. Jaj, aha. És csak így arrébb kellett húzni. És most nem fogom ezt meg kidobni, mert ezen is van termék. Semleges illata van egyébként, és látom, hogy ilyen géles állaga van, szóval tök jó, hogy így nyárra jó lesz, és jónak tűnik. Most egy pici azért kijött, és ilyen sejmesnek tűnik az egésznek az állaga. Ugye ez egyszeri használat után nem fog kiderülni feltétlenül, hogy mennyire válik be, vagy milyen lesz. Itt a kézfejemen. Azt írták, ugye, hogy ilyen baba popsi bőrt varázsra, és ezt abszolút érzem is, itt a kézfejemen egy picit rátettem. Na, nagyon kíváncsi vagyok. Ezt este tehát megnézzük az arcomon, a teljes arcomat be fogom vele kenni, és meglátjuk, hogy hogyan fog teljesíteni. Úgy nagyon jön be a napfény, úgyhogy lehet, hogy mindjárt elhozom a függönyt, egy picit arra gyűlök. Aha, igen, talán így. Így jók leszünk. Szóval meglátjuk, hogy hogyan fog teljesíteni. Aloe Vera Bio Ferment Technology is, nem tudom, tehát hogy Aloe Vera is van, mert minden jóság van. A Notinon elolvashattok róla a hosszabb leírást, hogy miket tartalmaz, milyen technológiával készítik. És ez tényleg ez az a továbbfejlesztett verziója, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy este teszteljük. Aztán, ha már egy zárát, ezt természetesen mondom, bármennyire is fájdalmas, 10.070 forint volt az ára ennek a 100 órás hidratáló, klinik hidratálónak, és ez egy 50 millis, ez a 30 millis az 5.000 valamennyibe került. Azt is, azzal is lehet kezdeni, de én úgy döntöttem, hogy én a nagyot vásárolom. Na, és még egy termék van, amit én vásároltam meg igazából, a többi ugye mind ilyen kis ajándék tud. Ez pedig nem más, mint a Clinique-nek az All About Eyes Rich kréme. Azt hiszem, hogy ebből van a sima All About Eyes,
de a Richet szerettem volna megvásárolni, mert ebből is, ha már megveszek egyet, akkor olyat veszek, ami gazdagon vitatálja a szemkörnyéket. Tehát puffadásra, szemkarikákra és pici mimikai ráncokra is ajánlják. Szintén Krémmánián nagyon-nagyon jó értékelést kapott, azt hiszem ilyen 5 csillagos vagy 5 csillag körülét, és ezért mertem megvásárolni. Kerestem egy jó szemkrémet, ugyanis az kozmetikusom azt mondta, hogy ne szemránckrémet keresek még, mert az még túlzás lenne az én fiatalabb bőrömnek, ne szokjon hozzá idő előtt a szemránckrémekhez. Egyébként először az Eucerinnek a szemránckrémét szerettem volna megvenni, de ugye mivel ezt mondta, hogy elég lesz egy szemkrém, ezért ott keresgéltem. És régóta hallottam már ezt a Clinique All About Eyes krémet, tudtam, hogy borsos ára van. Egyébként mondom is akkor az árát. Duzzanatokra és sötét karikákra 9000 forint. Ez a kis 15 ml-s krém. Igen, nem túl olcsó, de tényleg nagyon, nagyon dicsérték ezt is. Minden bőrtípusra megnézzük, hogy milyen is ez. Jó. Hát ennek is ilyen kicsit rózsaszínesebb az állaga, és a dobozza, vagy hát ez a kis üvege is, ez egy üveg, igen, vagy hát én félig műanyag. Hú, nagyon durva, hogy van két klinikes termékem. Wow. Nagyon büszke vagyok magamra is igazából, kinyitjuk. És ennek ugyanolyan kis fedele van, úgyhogy most nem szeretném feleslegesen leszedni, hogy terméket használjunk el. Ezt is este fogom használni, ugye, mikor lemosom a sminket, fürödtem, utána be fogom kenni a szem körüli területet, és az arckrémet is fogom használni. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Tényleg azt írták, hogy... nem sérült meg, nem tört össze. Hú. Szóval azt írták, hogy nagyon jól tünteti egyébként a pici mimikai ráncokat is, feltölti. Ugye ez elvileg nem egy szemránckrém, hanem egy szemkörnyékápoló, vagy szemkrém. De általában erre is nagyon szuper. Meglátjuk este, fényderül mindenre, hogy hogyan fog egyáltalán viselkedni az arcomon, a szemem hogyan fogja bírni, hogy milyen érzés lesz, hidratált érzésem lesz-e. Úgyhogy ezt este meglátjuk. Természetesen egy alkalom után nem fogok látni nagy változást. El kell használnom legalább a felét, vagy az egészet, hogy tudjak véleményt mondani róla, de meglátjuk, hogy milyen lesz. Aztán nézzük a kis ajándékokat, mert kaptam azokat is. Ezt a nagy fekete dobozt végre kibontjuk, szerintem végig láttátok itt a videó alatt. Ez nem más, mint egy üveg kulacs, és bambusz a teteje, és boroszilikát, nem tudom mit jelent ez, majd hogyan kell magyarul fordítani, de hogy üveg, a lényeg az, hogy BPA-mentes üveg a kulacs része, és általában tartja a hőt, szóval hogyha teszünk bele vizet, vagy üdítőt, akkor itt a nyáron jól fogja tartani a hőt, és ez abszolút ingyenes. Volt most ajándékba jár egyébként minden rendelés mellé egy strandtáska, vagy egy kulacs, lehet választani. És én amikor megláttam, annyira tetszett ez a matt, ugye ez ilyen szilikon egyébként, matt üveg, van egy ilyen kis tartója, ugye ezt nem tudom, hogy kulcs tartóra, vagy nem tudom, a csuklójára az ember fel tudja rakni, vagy a biciklinek így a kis vázára, vagy nem tudom, hogy hol lehet még ezt berakni, és akkor ezt így le lehet csavarni. Kiveszik belőle a papírkát. És tulajdonképpen ilyen kis üveg az egész, de nem nehéz, szóval rajta van, hogy Notino. Nagyon-nagyon jó. Igen, úgy látom, hogy ez a meleget is fogja jól, vagy a meleg italokat is jól fogja tartani, ez egy nagyon masszív kis szilikon anyag rajta, nagyon, nagyon cuki. Igen, nézem, hogy ezt így nem lehet nyitni, de nem. Ez lecsavarós, szóval, hogy így tudsz belőle inni. Na, kíváncsi leszek, szerintem használni fogom, főleg télen, amikor mondjuk egy meleg teát, kávét szeretnék, akkor ez biztos, hogy jó lesz. Sőt, még nyáron is most, hogyha hideget szeretnék, és szeretném, hogy hideg is maradna, a vizem, mondjuk a kocsiban, ugye mindig megmelegszik egyébként
az összes vizem, meg mindenem. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy valóban melegen tartja, de a lényeg az, hogy ezt kaptam a Notinótól. Amit még kaptam ebben a kis zacskóban, azt hiszem, hogy parfüm minták, de nézzük is, hogy mi. A Diortól a J'adore parfümének a kis egyik mintáját kaptam meg. Ez egy ilyen kis 1 millis minta, imádom, nem hiszem el, mindenki esik a kezemből. Szóval egy-egy ilyen kis parfüm, ezt nagyon szeretem, utazás, ez például tökre jól jön, hogy nem kell egy egész nagy üveget vinni magunkkal. Egy picit ide fújok, hogy tudjak nyilatkozni nektek, hogy milyen. Nem is fújja. Aha. Úristen, ez az igazi, nőies, testesebb esti illat. Úristen, nagyon jó. Azt a mindenit. Nem tudom, hogy fiatalos illat. Ilyen illatleírásban sose voltam jó. De ez egy ilyen fűszeresebb valami, tehát nem édes, azt biztos, hogy érzem, hogy nem édes parfümről van szó. Igen, egy ilyen kis virágos illat, azt látom is, damaszkuszi rózsa, Törökországból. Igen, egy ilyen kis keleties illat egyébként, teljesen, jázmin, arab jázmin. Az Aladdint játszok most egyébként, érdekes, az Aladdint című műzikátalóval, színházzal, én vagyok benne Jászmin is. És ez teljesen szíven ütött, hogy így arabian Jászmin van ráírva, és nézzétek, ilyen egyébként az eredeti nagy kiszerelés, és imádom ezt az illatot, úgyhogy most szombaton, amikor lesz az Aladdin, biztos, hogy be fogom magam ezzel fújni, szóval a lényeg az, hogy imádom ezeket a pici kis parfüm mintákat bedobni a táskába, utazáshoz szerintem tökéletes. És imádom ezt az illatot, és még nagy kiszerelésben is el tudom képzelni, hogy megvásárolnám. Úgyhogy ezért jók ezek a kis minták, mert tényleg nem tudhatja az ember, hogy melyik illat tetszik meg, és utána fogja megvásárolni esetleg. Úgyhogy ez egy nagyon jó marketing ötlet egyébként. És van itt még nekem a Bulgárinak az Omnia Coral nevű parfümének az 1 millis kiszerelésű kis, másfél millis, egy picit nagyobb, igen, azt láttam is. Az eredeti így néz ki, mint ez a kis üveg, és akkor nézzük az illatot, hogy ez is egy gyümölcsösebb illat, nyilván ugye nyárias illatokat küldenek ilyenkor. Úristen, ez is nagyon jó. Úristen. Imádom ezt is. Azt a minden ide jó. Hibiscus, juicy, tehát ilyen a gránátalma is itt van, a pomegranate. Imádom ezt az illatot is. Úristen, nagyon jó. Úristen. Nagyon-nagyon jó. Ez a kettő, ezt imádom. Alig van benne, de írsom. Biztos, hogy el fogom használni mind a kettőt, és nem vagyok benne biztos, hogy nem fogok vásárolni akár ilyen nagyobb kiszerelést is ezekből. Imádom. Hú, ez most tök jól jönnek ezek. Tehát így néz ki az eredeti nagy üveg, és teljesen el vagyok ájulva. Nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, hogy ez mindenkinek jár a rendelése mellé. És ugye ezek nem ajándékok, mert megvásároltam két viszonylag drága terméket, és bizonyos vásárlás felett szerintem járnak ezek. Még valami van itt. Méghozzá Superpotent Serum Capture Total Diornak az egyik ilyen Total Age Defying Intense Serum, ilyen anti-aging széruma arcra. Úgyhogy ezt is szerintem az este folyamán, de nem hoztam magammal ilyen anti-aging szérumot most, úgyhogy szerintem ezt ki fogom próbálni. Meglátjuk, hogy milyen lesz, úgyhogy ez is nagyon szuper, és a Diortól jött még valami. Ez is egy a ráncok ellen, és egy ilyen formáló krém, és nézem, hogy ez, szerintem ez egy szemkörnyékre való, itt nem, arc és nyak. Szóval, tök jó, el vagyok.
most látva közben érzem ezt a Dior illatot, imádom. Úristen, nagyon jó. Úgyhogy ezek tök jók ilyen nyaraláskor, szerintem bedobni egy-egy ilyet, egy hétig is szerintem ezeket lehet így kenegetni, tök jó. Úgyhogy... Úgyhogy meg is vagyunk. Ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Nem sok minden volt most, de nekem tényleg fontosak ezek a klinik cuccok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszik nektek ez a videótípus. Ha igen, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjátok be a csengőikont, és kövessetek TikTokon is. Sziasztok!